Már ennyi az idő? Akkor egy pillanat is jövök. Na, ugye megmondtam. És hogy minek jött el az ideje? Vendégeim a keresztmetszertről mesélnek. Már nem erről, hanem arról az igaziról. Arról, ami képes mindent megváltoztatni. Elmondják, hogy milyen volt az élet előtte, és hogy milyen azóta. Hogy valóságosan mennyi mindent képes felülírni, az a bizonyos meccéspont. És hogy mi ez a meccéspont? Nem micsoda, hanem kicsoda. Ő Jézus Krisztus. Mellesleg, igen, a műsor is róla kapta a címét, de most mennem kell, mert kezdődik a keresztmetszet. Köszöntöm a Pax televízió nézőit a keresztmetszetben ismét. Legtöbb esetben, amikor pásztorokkal beszélgetek, akkor megszoktam tőlük kérdezni, hogy mi az, amit máshogyan csinálnának. És ilyenkor a legtöbb esetben az a válasz, hogy több időt töltenék a családdal. És a szemfülesebb nézők tudhatják azt, hogy ez már idebent a keresztmetszetben is elhangzott. Volt pásztor, aki bejött, és azt mondta, hogy igen, ő megvallja, hogy az élete hiányossága az, hogy a szolgálata nagyon sok időt vett el a családjától. Ez így egy általános probléma lehet a lelkészek, a lelki pásztorok körében, de van ennek ellenpéldája is. Van, aki a családot választja a hivatás helyett, és van, aki kiteljesedik ebben az életben. Ilyen személy például Csizmadia Zoltán, vagy ahogyan mások ismerik, Csizi Atya. Szervusz! Szervusz, köszöntelek! Zoli, Zoltán, Csizi mit szeretsz a legjobban? Csizi szokott a betenem. A Csizi csak viccesen, mert a, ugye a papságomból eredően szoktam néha így hívni magamat, de a, a barátok között Csizinek szoktak hívni. A papságodból eredően, Igen. ami egyébként Nincs. Mert ugye a legtöbben arra készülnek, hogy majd papokká lesznek, te viszont papoltál. Ilyennel még nem találkoztam. Ez hogyan lett? Hát maga a. Kicsit vissza kell menni az időbe, én amikor 72-es születés vagyok, és amikor gyerek voltam, akkor még nagyban ö, dúlt a kommunizmus, és a, ö, ebből kifolyólag a, a vallásos nevelésem az a nullával volt egyelőtt, tehát nem jártam se hittara, se a szüleimtől, nem kaptam semmilyen behatást így a hitte, valása kapcsolatosan. És emlékszem, az első első élményem a vallással kapcsolatban, az a Jézus Krisztus Szupertár című film volt. Édesapám mozigépész volt, és 18 éves kor alatt, akkor még valóban nem engedték be a moziba a fiatalokat, és apám elintézte, hogy megnézhessem a filmet, és a, a, a filmnek a megnézés után nagyon sok kérdés merült föl bennem. És akkor találtam otthon egy bibliát, és akkor elkezdtem saját magamtól olvasni. Hát ugye először az Ószövetségnek ugrottam neki, de abban beletölt a bicskám természetesen, és akkor elkezdtem az Új, új szövetséget olvasni, és én Hát nagyon sokáig egyedül olvastam az új és saját magam ellen, mert nagyon sokat meditettem a, a Szentírásnak az olvasásában. Ugye ez volt a, nagyjából az első találkozásom a hittel. Aztán tanítóközi főiskolát végeztem, és a Kaposváron, és a, nem választottam szakkollégomat, ezért olyan fiatalokhoz tettek be, akik hitoktatók voltak. És akkor volt több ismerősem is itt a, a főiskolán, akikkel rengeteg beszélgettem a hitről. Tehát tényleg volt, hogy egész napokat végig beszélgettünk, és, és nagyon nyitott volt, a nagyon sok kérdésem volt a hittel kapcsolatosan, és rengeteg vitatkoztunk. Emlékszem, amikor rockzenét szerettem, és ilyen nagyon hosszú hajam volt, és ők állandóan mondták nekem, hogy térjek meg, de igazából nem, akkor nem, nem igazán értettem, hogy mi az, hogy megtérés azt gondoltam, hogy többet kéne olvastam a Szentírás, vagy valami, de arra nem gondoltam, hogy a, a megtérés az milyen egy gyökeres változást igényel az embernek az életébe. És aztán uh, voltam több karizmatikus, katolikus karizmatikus gyülekezetnek a rendezvény, és ott valamit megéreztem az, az Istennek a, a végtelen erejéből. Tehát, hogy az Isten nem csak a gyűres betűn keresztül tudom megismerni, hanem valóban ereje van. Tehát ott láttam valóban uh, szabadulásokat, különböző ördögtől szabadulásokat, gyógyulásokat, és tehát tényleg lehetett érezni, hogy, hogy ott, van a Istennek a tüze ezekben a Isten tiszteletekben, illetve gyülekezeti ima alkalmakban. És aztán egyre többet beszélgetünk, és egyszer csak én nem tudom megmondani, hogy milyen hatásra úgy döntött, hogy megtérek, tehát hogy elkezdek ezen az úton járni levágattam a hajamat, szakítottam a akkori barátnőmmel, akivel együtt voltam, és, és elkezdtem a Pécsen egy plébániára felkészítési járni, hogy első áldozó legyek. Tehát ugye gyerekkoromban megkeresztettek, de első áldozó sem voltam. Hát nem akarom kritikaként megfogalmazni, de azért ember legyen a talpán, aki megtalálja, hogy mi az a, egyetem, mi az a plébánia. Tehát így ugye hí, vallásos nevelés nélkül nem tudtam, nem ismertem a rendszereket, a <köhlsz> egyházi rendszereket, és akkor nagyon ezzel megtaláltam a plébániát, ott fogadott a plébánsom, és akkor elkezdett felkészíteni a első áldozásra. És nekem volt egy nagyon erős élményem ha jól 96. december 24-én az éjféli misén voltam első áldozó. És egy, az első áldozás egy, egy iszonyatosan mély Isten élményem volt. És ez az, az Isten élmény az bennem abba fejeződött ki, hogy, hogy elkezdtem foglalkozni azzal a gondolattal, hogy engem az Isten papnak hívott meg. Tehát valahogy amikor elmentem misére, akkor mindig azt szeretném, hogy, hogy, ez az én utam, ez az én hivatásom, hogy, hogy Isten szólít meg erre a, egész útra. Persze ez nem volt egyszerű történet erre a, erre hívásra igent mondani, mert ugye, ugye előtte voltak barátnőim, tehát ismertem a szexuális nem élet, meg a nem élet, meg párkapcsolatnak a úgymond rejtelmeit, bár elég gyerekes szinten, meg, meg hogy sok mindenről le kell mondani, hogy egy katolikus partnak a cölibátus, meg nagyon sokat kell tanulni, meg stb. stb. És és nagyon sokat küzdöttem magammal, tehát hogy, hogy érzem a hívást, ez elhívást, ugyanakkor e, igen, is mondanék a hívásra, de, de hát az éleké nem mondani a dolgokról. És hogy, hogy ez... Volt egy első nagy hív, amikor érezted a hívást, aztán pedig megjelentek ezek az akadályok, és igen. ez már egy kicsit elbizonytalanított? nem bizonyított el, a, a, hívásban nem bizonyított el, hanem csak a saját magamban inkább. Tehát a, hogy képes vagy erre? Igen. Ez egy, ez egy nagyon hmm. szép időszak volt egyébként, mert egy ilyen, ilyen lélektől láthatott egy ilyen, hát olyan, mint a, amikor valaki nászuton van, szerintem egy olyan időszak volt, tehát teljesen ilyen, ilyen bíbor ködbe éltem a napjaimat, és tényleg szentírás olvasás, minden nap jártam misére, és így nagyon elköteleződtem így a, a, hit felé. Illetve még nagyon sokat segített az, hogy, hogy volt Pécsen egy, meg mai napig van egy nagycsaládos katolikus, karizmatikus gyülekezet, és akkor a, nekik az Isten tiszteletékre jártam meg az ima összejövetelékre, és ott, ott, ott állandóan éreztem ezt a hívást is egyrészt, másrészt meg tényleg az Istennek a, a gyógyító erejét. És, akkor elkezdtem tanítani, mert a egyik lelki azt mondta, hogy tehát, hogy a, a megtérésem követő fél éven belül azért ne jelentkezzek a papi szemináriumba. Ez egy bölcs Ez nálam is meg volt, mondás volt. megtértem, és három hónap múlva jelentkeztem a teológiai főiskolára. Aha. és nagyon meglepődtem, mikor elutasítottak. De, de, te szerencsés volt legalább. <laughs> mert hogy téged nem utasítottak el? Nem, nekem. Hát váltok, ugye egyrészt az a baj, hogy a katolikus papság fogyóban van, és tehát hogyha, akkor legalábbis úgy volt, hogyha bárki, tehát volt két lába, vagy két keze, akkor már fölvették a szemináriumba. <kül> Nagyon örültek mindenkinek természetesen, főleg nekem, mert én már tanítókézzel főiskolát végeztem, meg, tehát nem fiatalon akartam belépni a szemináriumba, 24 évesen. Ö, úgyhogy ö, abszolút átkorokkal váltak, meg a plébánia, ahova becsatlakoztam ők is. Ö, ugye azt kell tudni, hogy a, a plébánia ez egy közösség a katolikus egyházon belül, és hogyha, hogyha ö, kitermelődik úgymond, vagy kinevelődik onnét egy kis pap, az egy hatalmas. Ö, hát elismerés talán a plébán. Tehát hogy azt ismerik el, hogy ez egy jó működő plébán, és akkor... Jó gyümölcsöt szült. Jó gyümölcsöt szült, meg. sőt nálunk nem is egy, hanem kettő kispap elkezett uh, arról, hogy pap szeretne lenni, és akkor így uh, igazából jelentkeztem a, a, papi szeminálba, bár a családban nem nagyon értették meg. Tehát még emlékszem, hogy, hogy uh, édesanyám például szervezett nekem vakrandit, <laughs> hogy hát felmegy hát, hát, hát az egésztől a kedvem. Akkor nem csak az élet hozta az akadályokat? Nem, nem, nem hozta igen. Vagy például a, 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 emlékszem a Bélmarkereszt apámra, és is olyan, olyat, hogy vigyázzak ma valami kíséretére, mert el kellett mennünk valahova, és akkor oda szervezett egy másik hölgyet is, aki focér volt, és akkor olyan a szándéka, hogy hátra esetleg, hogyha együtt vigyázzunk a kíséretre, akkor ott talán másképp alakulnak a dolgaim. De aztán ezeken az akadálykon túl uh, uh, sikerült lendülnöm, mm -hmm. és uh, végig is akkor felvételtem a Pécsen a uh, papnövényintézetbe, és akkor uh, felvettek, bár uh, volt egy atya, aki a felvételiztetők között, aki, aki az öldög ügyvédje volt, és akkor megkérdezte, hogy másfél éves megtérésre hogy hogyan gondolom, hogy, uh, hogy uh, pap szeretnék lenni. Majd erről később szeretnék beszélni erről az egész történet, vagy félresiklásról, nem tudom, hogy nevezzem. És, és akkor végig is ő fiatott egyedül, hogy, hogy lehet, hogy még várni kéne. De aztán a pis azt mondta, hogy tátkapukkal vártak, és akkor igazából ez volt az első lépés, hogy a, a papszentésre való felkészülésbe. Igen, én már említettem ezt, a, engem elutasítottak három hónap után, hiszen azért voltak kritériumok, és te is tudod, hogy ettől az esettől eltekintve azért vannak kritériumok. Az ember legyen, legyen az embernek egy megalapozott hite, Igen. legyen egy ajánlása, stb. És mindezekre azért van szükség, hogy tényleg olyan emberek álljanak szolgálatba, akik másoknak is tudnak segíteni. Nem ő, persze mindannyian keresjük a magunk kérdéseit, de tudjunk mások felé is szolgálni válaszokkal. És az én esetemben például három hónap után jött ez az elutasítás, és utána pár év múlva jelentkeztem újra, és a felvételén kérdezték, hogy van-e bármilyen kérdésem, és akkor már annyira másképpen álltam az egészhez, hogy én azt mondtam, hogy egyetlen kérdésem van, hogy szeptemberben találkozunk, vagy jövőre ugyanígy. <laughs> és igen, kell egy elhívás, és ezt te már említetted, és említettél hivatást is. És én nem véletlenül mondtam azt, hogy a pap ő, mi voltod, ami már nincs. Hiszen Említetted, hogy Isten hívott el téged, de mint hivatást is űzted, ha ezt lehet így fogalmazni, a papságot. Amit már nem csinálsz tudomásom szerint, viszont ettől függetlenül az Isteni elhívás az nem ért véget az életedben. Tehát akkor mi ez? Ez egy szakma, ez egy életforma, egy hivatás, véget lehet ennek vetni? <coughs> amikor elhagytam a papságot, akkor nagyon sokat küzdködtem hitemmel, stb. stb. És, és sokkal, sokkal később kaptam erre választ, elmentem egyszer egy háromnapos ilyen egyedül éltem az egyik erdőbe itt Pécs környékén, és sokan nagyon sokat imádkoztam. És akkor vagy Isten, mert én nagyon sokszor megkérdeztem, hogy, hogy, mi, hogy mi volt az egész, mert úgy, úgy, éreztem, hogy ez az egész papszente és az egy ilyen félresiklás volt, vagy, tehát hogy belebuktam valamibe, csődöt mondtam valamibe. Tehát ez egy nagyon rossz érzés, amikor erre így visszragondol az ember. És sajnos nem is segítenek ennek a feloldásában. Tehát mondjuk a, a katikus egyház részéről, tehát általában megszűntek a kapcsolataim, és, és, tényleg egy-két papbarátom van, akik, akik, próbálnak segíteni ezt feldolgozni, de ez nagyon nehéz feldolgozni. Na és néhány éve a az Isten, tehát valahogy így, hogy úgy mondjam, szólt hozzám, vagy így megvilágosított evel kapcsolatosan, hogy ez az elhívás, ez egy elkötelezett életre szólt. Tehát, hogy nem kifejezetten a papságra, hanem a magára egy elkötelezett életre szólt, és hogy egy vele való mély elkötelezett kapcsolatra hívott meg, és hogy ennek egy ilyen nagy tüze volt, és hogy, hogy nem a papságra hívott meg elsősorban, hanem, hanem erre az Isten való mély és elkötelezett életre. És nagyon érdekes, hogy jó, aztán egy évvel ezelőtt voltam a Pécsi püspöknél, az új püspöknél, és bejelentkeztem az egy elbeszélgetésre, és akkor beszélgettünk így a hivatásomról. És valami jó, mondtam, amit még az életben nem voltam egy püspöktől. Ugye és elmondtam azt, hogy én úgy léptem be a szemináriumban, hogy előtte egy másfél éves megtérési múlttal rendelkeztem tulajdonképpen, és hogy, hogy hogy én úgy értem ezen az egész papságonak a félresiklását, hogy egy. természetesen én is hibás vagyok benne, mert én sem ismertem fel a dolgokat. Ugyanakkor az előjáróknak is fel kellett volna ismerni, hogy. tehát hogy éretlen vagyok egy ilyen döntésre, éretlen vagyok a papságra, hogy, hogy, hogy nem erre fele kellett volna tenni. Tehát úgymond rosszul menedzseltek, hogy úgy mondjam. És azt mondta a püspök, hogy, hogy ez az egész a mi felelősségünk. Tehát ilyet még életemben nem voltam egy, egy katolikus püspök szájából, hogy a mi felelősségünk, hogy egy másfél éves megtéréssel egyáltalán arról beszélget valaki, hogy fölvesznek a papi szemináriumba. És ő egyébként elmondta, hogy ő már csak úgy vesz fel az ő szemináriumába kispapokat, tehát lendő papokat, akik kell legalább egy évig együtt élnek, vagy közösen dolgoznak valami, és hogy, hogy megláthassanak a, Jelentkeznek a személyiséget, a komosságát, egyáltalán az ember voltát, tehát hogy nem csak az, hogy a papságra jelentkezik. Ez, ez egy nagyon sokáig egy feloldatlan kérdés volt bennem, de most már így helyre tettem az egészet. Egyébként teológiai viszont, tehát hogyha katolikus teológiában maradunk, a teológiai úgy néz ki, hogy a, a, a maga a papszentelés és a, a keresség az a, úgy mondják a katolikusok, hogy a, a lélekben egy eltörölhetetlen jegyet hoz létre. Tehát, hogy ezt nem lehet megszüntetni. Tehát én tulajdonképpen a mai nap, tehát ontológiai értelemben én a mai napi pap vagyok. Tehát, hogyha, hogyha ö, én mondjuk egy, egy, tehát én el vagyok tiltva a nyilvános misézéstől, a nyilvános szentségeknek a kiszolgáltatásától, de ha például egy haldoklónál vagyok, akkor és én feloldozom, tehát a, vagy az utolsó a betegszentségét szolgáltatom ki neki, az abszolút érvényes. Tehát, hogy az egyház is elismeri ezt a fajta tevékenységi körödet? Hát ez nem tevékenység, mert ez adhok jellegű. Tehát mondjuk, mondok egy példát, a, a nagypapámmal 88 éves, hat meg néhány évvel ezelőtt, ő nem volt egyáltalán vallásos, de hát tudta, hogy én pap vagyok, vagy pap voltam, és Hát sokáig haldokodott, és én sokáig nem mentem, nem volt teljesen felhőtlen a kapcsolatunk, és, én sokáig nem mentem be hozzá, aztán be akartam menni hozzá, de nem találtam meg, mert mindegy, ezek a magyar kórházakban az nehéz volt megtalálni, és akkor a második alkalommal be tudtam hozzá menni, akkor már egy hónapra felkült eszméletlenül, tehát nem volt magán, de igazából a, mintha várt volna valamire. <kül> és akkor bementem, és én, én feloldoztam a bűneitől, tehát úgy, hogy nem volt magánál, tehát uh, imádkoztam érte, akkor a, uh, de rendesen a katolikus szertartás szerint felhozta a bűneit, és másnap reggel meghalt. Tehát én azt gondolom, hogy uh, tehát az én uh, személyes hitem szerint, meg a katolikus egyház hite szerint is, tehát hogy működnek ezek a, ez a megbocsátási, hogy nyilván nem én bocsátatom meg neki, hanem a, az Úr Jézus. Uh, de hogy, uh, tehát, hogy ilyen esetekben uh, használtam ezeket a Tekintsünk el egy picit az egyházi liturgiától, igen, attól, igen, attól igen, hogy igen. mi a protokoll, ki mit csinálhat mit, hogy lehet, stb. mindentől. És vegyük alapul azt, hogy azért ez az egész úgy indul az ember életében, hogy Isten elhívja és feliskeni egy szolgálatot. Tehát igen. megkapjuk tőle a hozzávaló szükséges erőt, a talentumokat, hogy végezzük azt, amire ő felszólított minket. Véget érhet ez úgy, hogy amire az Isten felszólította az embert azt, egy, azt az egyház, az ember lezárja az ember életében? Véget ér ilyen módon a szolgálat valaha, vagy te ma is ő szolgálsz bárhol, bármikor, amikor valakinek mondjuk a busz megállóban mellette ülve szüksége van rá. Mi a feladata valóságosan Istentől küldött feladatként egy papnak? Hát, hogyha mondjuk a katolikus papról van szó, de nyilván mondjuk beszéltünk is, tehát ö, ö, nyilván akit meghívott az Isten, mondjuk egy lelkészi szolgáltra, vagy mondjuk egy papi szolgátra. én azt gondolom, hogy, hogy sosem, sosem fog megszűnni, nem fogja azt mondani hogy egyszer Isten, hogy, hogy, jó, neked ennyi volt, és nem, nem ne szolgálj többet. Tehát gondolok, vannak, vannak ezek a sikerprédikátorok, hogy több te ezer, meg tízezer embernek prédikálnak, és belecsúsznak egy-egy bűnbe, tehát nem is kis bűnbe, tehát nagyon súlyos bűnökbe, de hogy az Istennek a a hatalma, a jósága, a kifürkészetetlensége miatt nem mondja meg ezektől a pásztoroktól vagy prédikátoroktól azokat az adományokat, amikkel ő, őket megáldotta. Mert hogy, hogy szerintem a, itt nem annyira a pásztornak a bűneit nézve, hanem azokat az éhe, szomjazókat, akik, akik őt hallgatják. És hogy nagyon sokáig működhet egy szolgált úgy is, hogy, hogy mondjuk súlyos bűnöket követel az adott pásztor. Tehát, hogy az Isten nagyon sokáig tartja ezt a ezt a meghívását az illetőnek. Szerintem a, nem, nem, szakad meg ez a, ez a meghívás a, a Le, lehet, hogy, hogy más utakon járva kell ezt a szolgáltat végezni. Én például úgy értem ezt a saját elhívásomat a papságra, hogy, hogy ugye Izrael népét Isten kivezeti Mózesen keresztül Egyiptom földjéről. Igen. És elkezdek vándorolni a pusztában. És ugye, a, ha jól tudom, hogyha sima egyenesen mentek volna Kánán földjére, akkor szerintem egy hét alatt odaértek volna, ők meg 40 évig vándoroltak. Mert ugye, ez a, a lelki életemre tudom ezt a folyamatot levetíteni, akkor arról hogy a bűnök, a rossz döntések, nem tudok Istenre figyelni, nem hallgatok Istenre. Ez miatt, amit egy hét alatt elérhetnék, azt 40 év alatt érem el. És hogy én is így értelmezem sokszor a saját, mondjuk a kicsúszásomat a hivatásomba, hogy, hogy a saját gyengeségeim, bűneim, másoknak a rossz segítsége, vagy inkompetenciája miatt én 40 évig vándoró értem el azt, ahova elértem idáig. Azt is szokták mondani egyébként a lelkivezetők egy, egy ilyen kilépett papnak, hogy, hogy persze üdvözülsz, tehát hogy ha Isten kedvébe jársz, csak mondjuk, hogyha családod van, akkor lehet, hogy nehezebben fogod elérni azt az idősséget, mint hogyha mondjuk katolikus pap maradtál volna. És ezzel szerintem meg is adtad egy, egy későbbi kérdésre a választ, hogy egy ebből kifolyólag érkezhető kérdésre, hogy jó, hát akkor minden szabad, akkor a papok is nyugodtan csináljanak, amit akarnak. Ez nem így van, azért, nem. mert ugye... Pál sem eszközli Timóteus felé, hát azért vannak itt erkölcsi kihívások és megkötések, <coughs> hanem inkább sokkal arról van szó, amit a Róma 8 mond, hogy semmi sem választ el minket az Isten szeretetétől, de ahogyan az 5-ben és a 6-ban Pál beszél a kegyelemről, a bűnről és a kegyelem egymáshoz való viszonyulásáról, hogy az Isten kegyelem mindent felülmúl az életünkben, de akkor legyünk bűnösek nyugodtan, éljünk bűnös életet, hát azért nem erről van szó. Vi? én 2002-ben szentettek pappá, és akkor még na, én nagyon le, tényleg lelkes voltam, és ö, aztán a püspököm, ö, ezt később meg is beszéltem a püspökömmel, hogy, ö, hogy ez egy hibás döntés volt, hogy engem azonnal Rómába küldött tanulmányomének a folytatásra, hát három évet tartózkodtam Rómába, és egy posztgraduális képzésen vettem részt. Ez a római kintlét, ez egy ilyen kitüntetésszerűség a magyar papoknak. Ugye 8-9 pap tartókodhat kint egy évben, annyi eltartani az egyház, katolikus egyház részéről, és e, tényleg ez egy ilyen, aki Rómában tanult, az egy valaki, a, vagy valaki válhat a papok között, egy lehet benne nem tudom. És e, ott Rómában e, e, Hát ott már számomra kilógott a lólap, tehát hogy ez a gyors döntés, hirtelen karrier, nem nagyon tudtam már azonosulni a Katokis Egyháznak a, ezek a hierarchikus berendezkedésével, sokszor nehézkes mozgásával, a kritika elfogadásának a, nehéz, a nehézségeivel, és sok olyan dolgot találkoztam, ami az én személyiségemben nagyon visszatetsző volt, és, és nehezen, egyre nehezebben tudtam ezeket a dolgokat feldolgozni. Illetve otthon hogy nem is nagyon kaptam segítséget, mert ugye én voltam a sztárpap, aki a... A család, várták a segítséget. Igen, és hogy kimentem róvás, akkor mindig meghívtak ide prédikálni, oda prédikálni, atya, akkor ebben segíts, és igazából már amikor másod voltam kint Rómában, akkor már nagyon rosszul voltam így a hit, emberség szempontból, teljesen leépültem már így és Viszont senki nem kérdezte meg, hogy Csízi, mi van veled, hanem, hanem mindenki csak akarta, hogy szolgálni, és akkor prédikáljak, és akkor menjek a búcsús műsoré prédikálni, stb, stb. És igazából én nagyon magamál kerültem, és mikor hazakerültem a Magyarországon, akkor én a püspököm Szexelről küldött káplánnak, de én akkor már megismerkedtem a feleségemmel aki akkor még nem a feleségem volt. Bár hozzá kell hogy uh, én szexádon kértem meg a feleségem kezét, akkor még pap voltam, és nyolc uh, nap uh, ismertség után megkértem a kezét, és akkor vettem neki egy ilyen kis oron, Minden és... elég gyorsan csinál. Hát, igen, nem, nem kap, vagy nem vártam sokat. Tehát, <gül> <gül> nem, vele, ig igazából vele úgy is meg, hogy uh, neki volt egy ilyen párkapcsolati problémája, uh, volt egy, uh, egy élettársa, aki ödöttől megszállt volt. És a felsőn nem volt megkeresztelve, és nem igazán tudta volna tenni az egészet, és akkor bejött hozzá a plébániára, elbeszélgettünk a, erről a témáról, meg így elkezdtünk beszélgetni így a hitről, stb. 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 És akkor odáig jutott a kapcsolatunk, hogy barátok lettünk, és illetve meg is kereszteltem. Tehát, hogy a, általában meg lepődni, hogy én kereszteltem a saját feleségemet. Tehát én nem nagyon tudják összerakni fejbe, hogy ez. Ugye akkor egy házba, csak át, át csak pop keresztel, és nem nagyon hol, tudták volt ezt az egészet, és megkezdtem a felsőnyezet, és egyre mélyebb lett a kapcsolatunk, amíg, eh, amíg szerelem lett belőle. És akkor a, a püspököm engem eh, a helyezett, és hát akkor eh, hát elvittem magam a felségemet és ugye, eh, és eh, ott elkezdtem egy kettős életet élni. Tehát amit ami kérdezte, arra szeretnék válaszolni, hogy, hogy euh, én, a, én, azt gondolom, hogy a, a papi cőli, bátusnak megvan a létjogosultsága az egyházon belül. Tehát akárki, akármit mond. Én, én, azt gondolom, hogy, hogy a saját véleményem szerint egy, egy önállóan vála, tehát egy választható cölibátusnak mindenképpen megvan a létjogosultsága, hogy például az ortodoxoknál vagy a görögkatolikusoknál is megvan. Szerintem, aki egészségesen meg tudja élni a saját szexualitását, és szublimálni tudja, és ezt az Istennek a szolgáltára tudja fordítani, illetve a híveknek a megsegítésére, az egy kiteljesítő hivatás lehet. Ismerek ilyen papokat egyébként, akik, akik erre képesek, és, és valóban a lemondva a szexuális életről, azt a, az abból fakadó szellemi energiákat, meg testi lelki energiákat, azokat tényleg a híveknek a, a javára tudják tulajdonképpen fordítani, elmélyültebb a lelki életük, mélyebb az imádságok. Tehát, hogy megvan ennek a helye az egyházban, és, és azt gondolom, hogy meg, hogy, hogy, meg is kell, hogy legyen ennek a helye. Viszont én, amikor szexuálra kerültem, akkor már meghasonlott voltam tulajdonképpen. Tehát ugye együtt, félig meddig együtt éltem a feleségemmel, hogy akkor még nem a feleségem volt, hanem a, a úgy fejezte ki, hogy az ágyasom a hölgy, akit megkereszteltél. igen, egy lány, akit megkereszteltem, igen. És, és ezért ez a kettős élet, ez, ez van, ez nekem az egészségemet tönkretette. Tehát utána nekem évekig kellett járnom segítséget kérnem, hogy hogy kijöjjek ebből. Tehát fizikálisan, szellemi, lelkileg, én leépültem az egésztől, mert ugye ez egy képmutató élet. Tehát a, én is érzek a plébá, a nagy templomban, a szexádon, búzítom a híveket a szentség életre, látszólag előjárok a hídben, kérdeznek a hívek, hogy ebbe, abba, hogy lépjenek előre, segítek az embereknek, reverendába járok, ugye, ez az egyik élete az embernek, a másik élete hogy, hogy, van, egy, van egy ágyasom, aki ugyanúgy akar engem. Tehát hogy a hívek is szeretnének teljesen engem, és a, a barátnőm is szeretne teljes, teljesen engem. Tehát egy, egy... És ezt talán hozzátartozik az, hogy te is szeretnéd mind a kettő részét Igen. az életednek. Igen, csak ugye a katolikus egyházban ezt ezt, ezt nem tudod összeegyeztetni, mert ugye a katolikus pap teljes egészében a híveknek van szentelve, és csak, csak egy jelenet, hogy én sose autóm a plébániát, tehát nekem mindig volt egy plébános, vagy főnököm, és nekem mindig ott kellett volna helyet, helyett a, a feleségem kint a, a, a és akkor egy, egy tipikus élet volt, hogy, hogy este van hittan, amit én vagyok a vezetője, tartom a fiataloknak, és mit tudom, hogy fél hétre van vége, a feleségem kérdezi, hogy mikor legyen vacsora, mondom, hétre legyen vacsora, mert fél hétre végzek, akkor hazajrek hétre és akkor hát ezek a hitlansok, meg ugye a vége van hitanak akkor elkezdenek kérdezgetni, és akkor még mindig köz, és közben megy föl benne a pumpa, hogy, hogy ne kérdezzenek már többet, tehát nekem a haza kell mennem hétől a feleségem, már írókat esemeseket. De nem hivatkozhatsz erre. És nem hivatkozhatok erre a feleségemnek, mert most ilyen mondom neki, hogy izé, hát ki fog hűlni a vacsora. Szóval ez csak egy ilyen bagat eltörténet, de, de én azt gondolom, hogy, hogy kettős életet élni, ez egészségtelen, nem jó senkinek, és és uh, igazából ez vezetett ahhoz a döntéshez, hogy uh, hogy, uh, hogy kilépjek az egyházból. Nem tudom, el szabad-e mesélni? Neki, Mindent el szabad hogy mesélni. Ez egy kicsit ilyen pikáns történet. Egyébként épp kérni szerettelek volna, mert hogy tetted, hogy te nem igazán vagy képmutató, és képmutató dolog lett volna, Igen. de hát a külsőd is árulkodik arról, hogy nem igazán tudsz képmutató lenni, ha szeretnél, sem menne, mert hát nincs egy tipikus ö, papi megjelenésed, legalábbis amit az Igen. ember elképzel a fejében arról, hogy milyen egy pap hát te pont nem az vagy. Mi minden van rajtad? Hát a... Nagyon szeretem a tetoválásokat, nem tudom megmondani, sokan kérdezték, hogy miért, nem tudom, vagy vonzódom hozzá, és én általában a szentírási szimbólumokkal, képekkel, ószövetségi, újszövetségi írásokkal talkítottam a testemet, vagy különböző keresztény szimbólumokkal. Elég fájdalmas dolog, de nem tudom, szeretem őket, és nem kérdezték soha ha évek, hogy vagy a szolgálatod alatt ez még így nem, volt? Nem, ez nem, már nem meg hogyha lett volna, van, akkor nyilván a reverenda sok mindent eltakar, úgy, hogy nem látszott volna. Igen, a készfejedet nem, én ezen gondolkodtam Azt közben. már csak a, na, el, elmúlt egy évben készült. É, viszont azt mondod, hogy te a mai napig az Úr szolgálatában állsz, hiszen hát, ahogy megbeszéltük, hogyha az Úr felszólít minket valamire, akkor az nem két percig tart az életünkben, hanem egy életre szóló elhívás ez általában. Ö, hogy fogadják azok az emberek, akikhez az igéről beszélsz, isteni útmutatást próbálsz nekik, vagy egy isten szerinti látásba próbálod őket valahogy behúzni, ezzel a külsővel. Nagyon érdekes uh, egyébként, ez nagyon sokszor, uh, például, hogy sportolok, vagy mondjuk elmég szaunázni, akkor ez egy rendszeres beszédtéma. Tehát beül a szaunába egy ilyen ember, mint én, tehát aki innét oldáig ki van varva, és csak ilyen valásos szimbólumok. Ja, mert mert ez nem csak a karod? Hát az egész testem nagyjából. Nem nagyjából, hanem az egész testem. É, azt most nem mutatom meg, jó? É, eltekinthetünk tőle. Köszönöm szépen. És tehát például ez egy állandó tehát hogy mik ezek, miért, hogy jött, és akkor már lehet vele beszélni. A, nyilván nem ezért vallattam magam, hogy én mindig a, a hitemről beszélek, de például egy állandó A másik, ami nagyon érdekes, hogy főleg így megújó gyülekezeteknél nagyon sokszor előkerül ez a téma, hogy Hát, hogy ez Istennek nem tetsző dolog mert hogy, és akkor jönnek különböző ószövetség, igazából egy ószövetségi hely van, ami a tetovásokról a tiltását megfogalmazza, de ez nyilván arról vonatkozik, hogy az idegen istennek a képmásait ugye ne tetováltassunk magunkat, tehát ez nem kifejezetten ezekre a kultúrtetovásokra vonatkozik. És az érdekes tapasztalatom, így az ítélkezésre kapcsolatos, hogy sokan nagyobb hangsúlyt helyeznek arra, hogy most én tetovált vagyok, és mondjuk engem elítélnek a tetovásaim miatt, azért, mert hogy keresztényként, vagy hívőként tetováltatok. Ugyanakkor más bűnökkel, vagy más mondjuk a saját magában felelt sokkal súlyosabb a dolgokkal meg nem foglalkoznak. Tehát ez nekem egy ilyen érdekes mérce így a tetovásainak a megítése, illetve az is mérce, hogy járok egy keresztény gyülekezetbe, hogy mennyire fogadják el, hogy na, a Csiz, ez egy kicsit ilyen habókos, és ő mondjuk szereti tetováltatni magát, de attól függetlenül hogy így szeretjük őt, és nem ítéljük el ez miatt. Tehát ez is egy ilyen... Tehát a hitelességed, az megmaradta a hívek szemében? Szerintem igen. Nem, én nem hiszem, hogy... Uh, uh, doktori kultusra járok a vezére, és uh, a témavezetőm hívott, hogy lenne rá lehetőségem, hogy uh, felvétel és akkor, hogyha van kedvem, akkor adjam be a felvételmet, és akkor támogat mindenben. És ezt meg is csináltam, és aztán egyszer csak féltem a Jánost, hogy Oké, okay, János, én emek felvételni, de egy félelem van, hogy hogy néz ki, hogy emelyek a felvételi bizottság elé, és ott van a, a vásárt, és hogy mit fognak szólni. És mondta János, hogy ne foglalkozz vele, hát ők teljesen elfogadóak, és mégis a felvételnél akkor elkezdtük elemezni a, a görög uh, részeket a testem, úgyhogy <laughs> ennyire megoldódott, igen. A pikás története visszatérve, a szexádom voltam, és akkor, uh, hogy hogy ért véget az én pályafutásom, a katolikus papi pályafutáson. uh, voltam, Ugye uh, káplánként, és uh, telefonon meghívtak a Mátai Szeretett Szolgált Szervezetét, Bátot, uh, kérdeztem, hogy vihetek-e vendéget, és akkor mondták, hogy hát nem nagyon szokás, hogy az atya vigyen vendéget, de, de hogy akkor, hogy át, akkor hozzon. És akkor gondoltam, hogy elviszem a feleségemet, a, vagy akkor még a barátnemet arra a bárra, mert azt gondoltam, hogy ez egy ilyen, hát egy ilyen kis, nem tudom, egy kis zsúrszerűség lesz, vagy nem tudom, micsoda. És akkor emlékszem, hogy haldokon voltam, és ez miatt késő érkeztem, és akkor elvittem a feleségemet, és akkor bementünk a, a szexuádi, tanítok kézzel főiskolának az aulájába, ahol volt szerintem 400 ember, mindenki öltönyben volt, és volt egy főasztal, és azt nem mondták a telefon, hogy én díszvendég vagyok. És akkor bemutattak díszvendégként a polgármesternek, a feleségének, a, egy ország baronászának, aki ezt az egész bárt finanszírozta. Na és egy püspöknek, a Bíró Lászlónak, aki a rektorom volt Budapesten, és akkor én voltam a az utolsó fő, fővendég, illetve a, a, barátnőm. És akkor ez volt szombadi napon, és akkor hétfőn már hívott a püspököm, hogy, hogy akkor ugye jelentették neki a hívek, hogy ez történt, és akkor hogy döntsem el az egészet. És én, én akkor már igazából eldöntöttem magamba, hogy hogy, 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 merre tovább, és akkor jelztem a püspökömnek, ami nem volt egyszerű amúgy, tehát elé és akkor azt mondani, hogy ilyen akkor meg szeretnénk nősülni, és akkor a papságot. És ezek után azért ez a történet még nem ért véget, hiszen most már férj és családapa vagy. Igen. Hány gyermek? Hát ha... Mikor úgy hány gyermek követte a papi Igen. Ez egy kicsit bonyolult kérdés. Tehát a lényeg, hogy az összes gyerekem a egy ez egy fontos kérdés, mert általában meg szokták kérdezni tehát hogy egy, egy alomból vannak a gyerekek. E, amikor eljöttem a papságba, akkor a, e, úgy kezdtük, hogy volt egy abortus vagy bocsánat, egy, egy, vetélésünk, tehát egy ha, ha, terhesség, és akkor a harmadik hónap végén volt egy vetés, az hát nem volt jó kezdés, úgy úgy mondjam. És akkor a, e, utána születettem arra 2007-ben, volt az első kislányunk, aztán 2008-ban, most bele fog keveredni a dátumokba, a feleségem, tört, ki fog kapni, mert mindig elféltem a születési dátumokat. Tehát 2007, 8, 9 és 11 ben születtek a lányaink. És akkor utána volt egy, egy, egy nehézségünk, mert utána megfoganta egy kisfiunk, és a, a a harmadik, negyedik hónapjában derült ki, hogy egy danszindómás, tehát hogy nagy valószínűség a danszindómás. És ez egy nagyon érdekes küzdelem volt egyébként, mert Ugye egészséges kislányaink voltak, örültünk nekik, szépek voltak, és ugyanakkor születik egy, egy nem egészséges gyereked. És a, nagyon nehéz volt az első hónapok, vagy egyáltalán elfogadni. Tehát az, hogy elvetéltessük, az szóba se került természetesen. annak ellenére, hogy az iszonyat szenvedés egyébként, hogy, hogy a, az ismertség mindenki, tehát hogy ne tartsuk meg a gyereket, az rossz lesz a gyereknek, rossz lesz nekünk, rossz lesz a testvéreinek, mindenképpen vetessük el. Tehát iszonyatos nyomás nehezedett ránk, de hogy ezen átlendültünk, és akkor végig is elfogadtuk, hogy a zakariás meg fog születni, és akkor szeretettel várjuk, és akkor a, hát a várható születés előtt egy pár héttel meghalt méhen belül, és akkor a feleségének úgy élve, vagy hát halva kellett megszűnni a, a vált. Ez egy nagyon nehéz próbatétel volt számunkra. És ez már a második ilyen volt az életetekben, ugye? Csak hát ez még durvább, mint az első. Igen, 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 igen. Igen, mert itt már tulajdonképpen egy, hát egy kifejlett uh, csecsemőt kellett ugye, uh, ugye, megszülni, és akkor uh, mégis őt eltemettük, és uh, az egy olyan pont volt, hogy nekünk nagyon sokat adott a hitünkbe, tehát hogy a hitünknek egyfajta újra rátalálása a feleségemnek is, nekem is aztán utána volt még több vetélésünk, tehát ez a, ez a harmadik hónap környéki és ugye, ami nehéz, mert ugye azt mondják, hogy a harmadik hónaptól már hogy biztos, hogy megmond a kisbaba, és akkor volt több vetélésünk, de aztán még született ötödik kislányunk is, és, és akkor valahogy a feleségem és benne bennem is már régebben óta megfogalmazott az a gondolat, hogy, hogy, hogy szeretnék örökbe fogadni. Nem tudom, így külön-külön is így már régebben óta beszélgettünk hogy az örökbe fogadásról. De hogy öt gyermek után? Hogy, hogy, hogy Hát, hogy? Vagy... Általában azok szoktak erre akiknek nem nagyon Igen. sikerül gyermeket szülniük, vagy nem születik gyermekük. Hogy? Valahogy bennem legalábbis az az érzés volt, hogy tehát, hogy, hogy Isten megáldott bennünket ezzel a sok gyerekkel, Isten megáldott minket, hogy el tudjuk őket tartani, és hogy, hogy szeretetben nevelkednek, és hogy tényleg hogy együtt vagyunk, egy családként vagyunk, és hogy ez egy, egy áldásnak éreztem meg, és, és én legalábbis azt éreztem, hogy, hogy hogy ezt az áldást szeretnénk egy olyan gyerekre is kiterjeszteni, aki elvetettek a szülei, vagy, vagy hasonló helyzetben él. És akkor beszélgettünk erről, beszélgettünk erről, és akkor egyszer csak a tettek mezérre léptünk. Itt is ilyen nagyon gyorsan történik minden egyiként. Én, én ö, szeretem, hogy egy roma házas vagy roma testvérpárt öröbe fogadni, feleségem meg danszinomás kisgyereket szeret volna és akkor elindítottuk az eljárást, és akkor úgy beszéltünk meg, hogy aki előbb jelentkezik, vagy aki előbb szólnak, tehát hogy egy ilyen isteni gond is, bíztuk az egész történetet, és akkor hát igazából annyi történt, hogy a Ugye a gyerekünk elvesztése miatt a feleségem kapcsolatba a budapesti dandodával, és, és, akkor mikor bejelentettük, hogy szeretnék körülbefoglalni danszinovás is szóba jöhet, Körülbelül két héttel később szólt, hogy, hogy megszületett Nimrodka Zalegerszegen, és hogy az édesanyja ott hagyta a kórházba, és, 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 hogy örökbe fogadható. És valami, valami hatás módon néhány hét alatt az egész örökbe fogadási procedúra végigment. Tehát aki, aki csinált ilyet, az tudja, hogy néha évekig is elhúzódik. És hát hogy képzeld el, hogy tehát amiket hónapokok szoktak rajta ülni, gyámi egy hét alatt értek, és, és tényleg néhány hónap múlva ott volt Nimrodka, és hát azóta is huncutkodik. Ugye az első fiú a családban, és, és ja, tehát ő, nem lány, tehát fiú és... Danszindrómás gyereket még értem, hiszen hát volt már ilyen élményetek igen. és tragédiátok is, és volt kötődés. Hogy jött ez, hogy roma gyereket szeretnél? Volt egy jó Pécsom, egy lelkész házaspár, akik fogadtak örökbe Roma testvérpárt, és ő, ő, tehát egy jó példát lát, tehát át, általában példából tanul az ember, és náluk egy, egy ilyen, tényleg egy nagyon szép példát láttam, és akkor hogy ebből jött az inspirálódás, vagy, a, vagy a, ennek a lehetőségnek a felvetülése. Én úgy kezdtem az egészet, hogy a pásztorok általában azt bánják, hogy nem tudtak elég időt szánni a családjukra. Ez ennek a Szöges ellentétje vagy, mert hát az egyház után, és bár a szívedben mindig ott él az egyház, de mint hivatás után érkezett a család, és te ezt választottad. Tegyük fel az íra a pontot ezzel a kérdéssel és a válaszsal, hogy miért éri meg a családot választani a hivatás helyett És Legyen ez bármilyen hivatás, igaz lehet-e? Én nem, e, erre a kérdésre szerintem nem lehet válaszolni. Tehát ne, nem lehet, nem lehet a kettőt ö, teljesen külön kezelni. Tehát azt gondolom, hogy ö, hogyha nem, most nem a katolikus egyházról beszélünk, hanem a, a egyéb református, me, reformált egyháza, megújult egyházakról, mondjuk a lelkészek működnek, ö, ez egy szép kihívás, hogy együtt ö, művelni a kettőt. Nyilván nagyon nehéz egyensúlyt találni, tehát ö, sok ö, jó meg rossz példát is lát az ember, hogy ö, Ugye ha népszerű a pásztor, akkor otthon kev, keveset látják, ha nem népszerű, a, a, vagy nem végző a szolgáltatók, akkor nyilván otthon tovább látják, de akkor meg a, a hívek vá... látják a kárát tulajdonképpen. Rendben, akkor ez két szélsőséges eset, Igen. valaki vagy ezt választja, vagy Igen. ezt azt választja, de mit tanácsolnál azoknak az embereknek, akik készülnek, vagy már benne vannak a lelki pásztori hivatásukban és életpályájukban, de nagyon ragaszkodnak, és a, a családjukhoz és a családjuk is ragaszkodik hozzájuk, hogy lehet ezt a kettőt összehozni? kinkeselvesen. <laughs> tehát én azt gondolom, nem lehet egyensúly. Tehát, tehát ennek a, az egyensúlynak a kialakítása az... Tehát mi jártunk egy, egy megújuló 5-6 éven keresztül, és ott különböző szolgálatokat végeztem, és ott, ott, éreztem ezt, hogy, hogy, hogy hogy mi túl sok, vagy én, vagy mi túl sok szolgálatot váltunk ebbe a gyülekezetbe és az a családnak a kárára ment. És ahogy az első kérdésedet, vagy felvetésedet megfogalmazod, én ott követtem azt a hibát, hogy nekem több időt kellett volna akkor a családommal tölteni, mint kevesebbet a gyülekezettel. Tehát ennek a, az egyensúlynak a megtalálása szerintem rendkívül nehéz. Főleg akkor, hogyha ha ne adj Isten, mondjuk olyan a felesége valakinek, vagy a családja, hogy nem preferálja azt, hogy mondjuk állandóan a hívekkel lóg. Tehát hogy egy egészséges családi háttérnek kell lenni ahhoz, hogy, a, hogy egy egészséges lelkészül vagy papi szolgáltat tudjon valaki végezni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, de legjobb tudomásom szerint, és ha az úr is úgy akarja, hogy még kétszer találkozni Igen. fogunk itt a műsor keretein belül, ahol fogunk beszélni a szexualitásról és a várva várt ördögűzésről Igen. is. Én akkor az ünnepekre elengedlek téged, és nagyon Köszönöm kellemes ünnepeket kívánok neked és a családnak is, és januárban nagy szeretettel várlak. Köszönöm vissza. szépen, nektek is áldott ünnepeket kívánok, meg a kedves nézőknek is. És ahogy említettem, igen, Csizi atyával kétszer fogunk még találkozni, két érdekes témában, mindez pedig januárban lesz majd látható. Előre önöknek is kellemes ünnepeket kívánok, bármi addig még találkozunk, és boldog karácsonyt, boldog új évet!